Még fűtenek a radiátorok a szekszárdi lakásokban. A szezon tavaly októberben kezdődött és május közepéig tart, de ha az időjárás megengedi, bármikor elzárhatják a rendszerben keringő forró vizet. A Tolnai vármegye székhelyen 5600 ingatlan ellátását biztosítja a helyi távfőszolgáltató cég. A vállalat vezetője azt mondja, az enyhe télnek köszönhetően és a kormányzati elvárásoknak megfelelően a most véget érő idényben jelentős megtakarítást értek el. 25%-ot kellett megtakarítani az állami önkormányzati intézményeknek. Gyakorlatilag jó részt ez be is jött úgy, hogy a körülbelül éves szinten a teljes távfőben körülbelül 10%-os gáz megtakarítás történt. A szolgáltatást akkor állítják le, ha 12 Celsius fölé megy a napi átlag hőmérséklet, vagy az 3 egymást követő napon meghaladja a plusz 10 fokot. Erre várhatóan már jövő héten sor kerül, de ha a lakóközösségek kérik, a rendszer bármikor elindítható. Az éves karbantartási és fejlesztési munkák pedig májusban indulnak a tervek szerint. Szeretnénk azért ilyen szakaszoló árzárokat beépíteni, ha bármilyen probléma van, akkor biztonságot tudjuk zárni. Vannak terveink, más a fűtőműben is, ilyen fejlesztése csak pénzkérdése, hogy lesz-e rá, vagy nem, az a kérdés. Arról, hogy a 100%-ban önkormányzati tulajdonú szolgáltató milyen fejlesztéseket és karbantartási munkákat végezhet el, vagyis hogy ezekre mennyi pénz jut, a közgyűlés tagjai döntenek.